Zsíros kenyér, friss pogácsa és persze fröccs minden mennyiségben. Ezen a hétvégén rendezte a Rotary Klub Győr a fröccs napokat, a hagyományokhoz híven kora ősszel, ezúttal 7. alkalommal. A pezsgő nedüket adományokért cserébe kóstolhatták a látogatók, a szóda és a bor elegyének gyakorlatilag minden fajtája felvonult a standon. Bár a rendezvény még nem olyan népszerű városunkban, mint a bornapok és a pálinka fesztivál, a Spritzer háromnapos ünnepén a fellépők is gondoskodtak a jó hangulatról. Vasárnap délután például Kisgyé László tárogató művész, a Transfolk és a Royal zenekar is szórakoztatta a közönséget. A fröccs, mint hazai hungarikum, a baráti beszélgetések mellett a jótékonykodásra is alkalmat teremt. A szervezők ugyanis a rendezvény bevételét a Kazinczy Ferenc Gimnázium Szép Magyar Beszéd elnevezésű versenyének ajánlották fel, csak úgy, mint az előző években. Vagyis a kis és a nagy fröccs, a házmester, a maflás, a hosszú lépés és társaik Jedlikányosnak köszönhetően nem csak az egyik legkedveltebb magyar frissítő közé tartoznak, hanem azon nedűk közé is, melyek jó ízűen és nemes céllal is fogyaszthatók.